Az utóbbi időben Kaposszekcsőn többször is akkora esőzés volt, hogy a lehullott csapadék mennyiségét nem bírták el az árkok. A legutóbbi vihar pedig komoly károkat rótt a településre. Gyakorlatilag minden elöntött udvarból sarakat kiszedtünk, próbáltuk helyrehozni. Nagyon nagy közösségi összefogás volt, környező településekről közmunkások érkeztek, a vállalkozók megérkeztek, felajánlások érkeztek, tehát hogy mindenki, hála Isten, ide állt és segített nekünk, ezért nagyon hálásak vagyunk. És ezek után kezdődik, hogy most tényleg a házak rendben vannak, vagy rendben lesznek. Ezek után kezdődik a tényleges kálfelmérés. 4 ház vált úgy tűnik lakhatatlannál, ebből 2 családot kell elhelyeznünk máshogy, akik nem tudják megoldani a lakhatásukat. És most gyakorlatilag azoknak az elhelyezése után most felmérjük, hogy mik azok a tényleges károk, amik bennünket is érintenek. Gyakorlatilag lakossági szinten ugye a biztosítókkal tudják csak rendezni, van akinek sajnos nincs biztosítása, vannak földcsúszamlásaink, akit földmunkások már segítettek, de hát ezek mind nyilván nem kérhetjük ingyen, tehát ezek pénzbe fognak kerülni, hogy ugye helyrehozzuk. Emellett ugye vállalkozásoknak rengeteg kára lett a lakosságon túl, ugye az egész ipari parkot, illetve a Liget lakótelepet is elmosta az ár. Több százmilliós, vagy akár milliárdos károk is keletkeztek szerintem a nagy cégekbe. Mindenkinél bennáll a sár, mindenki most takarítja, és hát ők meg még majd azután tudják megmondani, hogy mi lesz a saját káruk. Az önkormányzat képviselőtestülete rendkívüli ülés keretében tárgyalta azokat a feladatokat, amik rájuk várnak a károk elhárítása érdekében. A településen több helyütt alámosta az utat a víz, akár csak a 611-es számú főút 4-es kilométer szelvényénél, Kaposszekcső és Vásárosdombó között, ahol a szilárd útburkolat mintegy 3 méter hosszan teljesen beszakadt. Az úttest alatt lévő átereszt várhatóan újra kell építeni, ami egy hónapot vehet igénybe. Az útzárat csak ezután lehet feloldani. Emiatt most teljes útlezárás van érvényben. Itt most nekünk azt mondta a közútkezelő, hogy körülbelül egy hónapot kell várni, hogy ott ismét megindulhasson a forgalom. Bízunk benne, hogy ez azért előbb sikerülni fog, de hát meglátjuk. 2 megoldás van, vagy az ipari parkon keresztül mennek egy nagyon szűk úton, de arra fog járni a volán is, illetve hát gondolom a teherautók is. Tehát ez vélhetően ekkora forgalom mellett nagyon megterhelő lesz mindenki számára. A másik pedig az, hogy Mágocs felé tudnak még kerülni, az meg időben hatalmas kerülő. Az önkormányzat minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy segíteni tudja a lakosság kárainak elhárítását. Igyekeztünk, de nyilvánvaló, hogy mindenki elkeseredett, nyilvánvaló, hogy sokkal többet szeretnénk, próbálkoztunk. 3 hete folyamatosan jönnek az esők, gyakorlatilag mindegyik után a gócpontok mindig ki voltak pucolva, annyi, hogy most a tegnap délután végeztek. Még az átereszeket se bíztuk a lakosságra, tehát ott is a mi közmunkásaink még ott is kikubikolták, pont végeztek, amikor megjött az eső, örültünk is, hogy az első etapot elvitte, és hát utána jött a 120 milliliter, amire nem lehet felkészülni, ami már ezen meg árkokon, meg mindenen túlment. A képviselőtestület most azon munkálkodik, hogy valami megoldást találjanak a hasonló nagy esőzések okozta ár megelőzésére, a vízelvezetés problémájára. Nincsen földünk, nincsen olyan megoldásunk, ahol úgymond szabadon garázdálkodhatunk, tehát gyakorlatilag úgy kell megtalálni a legjobb megoldást, ami már évek óta nem sikerült, hogy senkinek az érdeke ne sérüljön, de mégis egy jó megoldás legyen. Hát ez lesz a legnehezebb feladat. Most annyi, hogy ismét elkezdünk. Van egy tervünk, ami nem biztos, hogy megfelelő, illetve nem tudtuk engedélyeztetni. Most próbálunk más irányba menni, meglátjuk, de biztos, hogy rengeteg pénzbe fog kerülni. Gyakorlatilag évek óta van több verzió, és különböző érdekek mentén még egyik se vált be. A helyiek és a környékbeliek egyemberként dolgoztak azon, hogy az ár utáni sarat mielőbb eltakarítsák.